Megállapodás. A minimálbér 15%-kal, a garantált bérminimum 25%-kal emelkedik jövő évtől, jelentette be Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter. Veszteség. 100%-os állami kártalanításban részesülnek azok a baromfitartó telepek, ahol a madárinfluenza miatt le kellett ölni az állatokat. A baromfitilalom viszont továbbra is fennáll. Nemzeti erdőstratégia, gazdálkodás, közjólét és védelem. Ez az a hármas funkció, amelyre a Földművelésügyi Minisztérium kiírása alapján kiemelten kell ügyelni. Több lépcsős béremelés és járulékcsökkentés jön. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A minimálbér 15%-kal, a garantált bérminimum 25%-kal emelkedik jövő évtől. A béremelést ma jelentette be Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. A munkáltatói járulékok 5%-kal csökkenhetnek 2017-ben. A minimálbér bruttó összege jelenleg 111 ezer, a garantált bérminimum 129 ezer forint. A minimálbér 15%-kal, a garantált bérminimum 25%-kal lehet több jövőre. 2018-ban ehhez egy 8%-os emelés, a bérminimumhoz egy 12%-os emelés társulhat. A kormány a szociális ágazattal egyeztetett az emelés mértékéről, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elégedett a béremeléssel. A szakszervezeteknek ez régi törekvése volt, és gyakorlatilag az elmúlt évben már határozott lépéseket tettünk annak érdekében, hogy a minimálbér nettó értéke érje el az egyfős egykeresős családmodellre vetített létminimum értékét. Ezzel a megállapodással ez a célunk teljesül, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez még a kezdeti lépése ahhoz, hogy egy valódi bérfelzárkóztatás történjen meg Magyarországon. A további lépések pedig attól függnek, hogy helyben a munkahelyi szakszervezetekkel és a munkáltatókkal való megállapodások során a garantált bérminimum feletti bérkategóriákban milyen béremelést tudunk kihasználni, kiverekedni. A munkáltatói járulékok 5, majd további 2%-ponttal csökkenhetnek a következő két évben. A kormány vállalta azt is, hogy a társasági nyereségadó 9%-ra csökken. Még amellett is, hogy a járulékok csökkennek, a bérnövekmény jelentős teher lesz a hazai vállalkozásoknak. Ha a sütőiparban növelni kell a béreket, akár 30%-os kenyérdrágulás is jöhet. Erről szólt tegnapi 35 perc című műsorunkban a Magyar Pékszövetség alelnöke, aki elmondta, milyen terhet ró az ágazatra a bérpótlék és a minimál béremelés. Tehát azt kértük a kormánytól, hogy az alacsony jövedelmességű és a szakmunkás minimál emelése miatt valamilyen kompenzációval segítse a vállalkozásokat, a sütőipari vállalkozásokat, hogy a tervezett minimál béremelkedést ki tudják gazdálkodni. Ez az egyik oldal, a másik pedig tudni kell, hogy 5 éve, még egyszer, hogy 5 éve nem emelt állat a sütőipar, sőt az utóbbi időben valamelyes csökkent is a sütőipari vállalkozások nettó átadási ára. Hangsúlyozom, hogy nettó, hiszen a fogyasztói árakat sohasem a sütőipari vállalkozások mondják, meg a kereskedők. A kereskedők határozzák meg a fogyasztói árat, mi egy átadási árat adunk meg, hogy milyen haszonkulcsot dolgozik a kereskedő, ezt mi nem tudjuk befolyásolni. A béremelésre vonatkozó tervezet már szerdán a parlament elé kerülhet, amiről gyorsított eljárásban döntenek. Még ebben az évben 100%-os állami kártalanításban részesülnek azok a baromfitartó telepek, ahol a madárinfluenza miatt le kellett ölni az állatokat, tudtuk meg a baromfitermék tanács elnökétől. Bárány László elmondta, a vírus nem terjed tovább, a Nébih időben tett megelőző intézkedéseket. A baromfi tilalom viszont továbbra is fennáll, számos országban nem mehet ki magyar termék. A feldolgozó üzemek másodlagos veszteségét a hónap végéig mérik fel, de már jelenleg 400-500 millió forintos kárral számolnak. A madárinfluenza terjedésének megakadályozására a vírus első lelőhelyétől számított 10 kilométeres körzetben vezetett be megelőző intézkedést a Nébih a múlt héten. Két telepen, a Bugaci és a Kiskunmajsai baromfitartó telepen minden baromfit leöltek. Az intézkedéssel, amely több tízezer állatot érintett, a vírus terjedését előzték meg. Azok a termelők, akik akár a megbetegedés, akár a megelőzés céljából elvitték és megsemmisítették a baromfi féleiket, azok a termelők 100%-os kártalanításban részesülnek.
ez EU jogszabály. A Baromfi Terméktanács elnöke kiemelte, a madárinfluenza terjedésétől nem kell tartani. A hideg beálltával a vírushordozó vándormadarak távoznak a térségből, és a fertőzés veszélye is megszűnik. Zárt állattartásban pedig nem terjedhet a vírus, ami emberre sem veszélyes. A forgalomban lévő csirkehús pedig biztonságos, hangsúlyozta a szakember. A feldolgozó üzemeket viszont óriási kár érte az export tilalom miatt. A másodlagos károk 400-500 millió forintra is tehető, mondta el a szakmai szervezet elnöke, a forgalmi korlátozások továbbra is fennállnak. Meg kell várni a 90 napot, mert az utolsó bejelentést követő 90 nap múlva nyílnak meg megint azok a kereskedelmi csatornák, ahova ismét lehet vinni Dél-Koreába, Japánba, Dél-Afrikába, Ukrajnába például. Ukrajnába egyébként számottevő baromfihús mennyiséget nem exportál Magyarország, inkább keltető tojást és tenyész alapanyagot, de a korlátozás ezekre is vonatkozik. Nem magánkézbe, hanem a város tulajdonába kellene adni a nyíregyházi Erzsébet szállodát, közölte Lővei Csaba. Négy Erzsébet szálloda, köztük a nyíregyházi és a Nemzeti Vagyonkezelőhöz került, az ott dolgozókat pedig december 31-i hatállyal elbocsátották, tette hozzá az Együtt nyíregyházi önkormányzati képviselője. A szálloda a város adóbevételéhez is nagy mértékben hozzájárulna, többek között ezért is kellene a tulajdonjogot nyíregyházának adni, hangzott el a párt sajtótájékoztatóján. Mi azt gondoljuk, hogy Nyíregyháza megyeigú város önkormányzatának kéne ezt megkapni, hiszen ez döntően a megyei és városi emberek adójába épült, annak idején mindig a városhoz kötődött bármilyen funkciója is volt. Tehát Nyíregyházának elsősorban, vagy ha úgy döntene az állam, akkor a megyének kéne ezt tulajdonba adni. Nem tartjuk helyesnek, hogy ezt privatizáció útján kívánják értékesíteni, magánkézbe kívánják adni. Az erdők fenntartása és növelése az egyik kiemelt feladata nemrégiben megjelent Nemzeti Erdőstratégiában. Gazdálkodás, közjólét és védelem, ez az a hármas funkció, amelyre a Földművelés Ügyi Minisztérium kiírása alapján kiemelten kell ügyelni a 2016-2030 közötti időszakban. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében az erdők aránya valamivel az országos 20% fölött van, de a nyírségi homok területeken lehetne ezt bővíteni. Magyarország területének 1/5-ét, vagyis körülbelül 2 millió hektárt borít erdő. A nagysága miatt szükséges egy olyan alapdokumentum, ami az erdőgazdálkodást szabályozza. 2006 és 2015 között a Nemzeti Erdőprogram foglalta össze a feladatokat, a 2016-2030-as időszakban pedig a Nemzeti Erdőstratégia határozza meg azokat. Ezt minden esetben a Földművelésügyi Minisztérium adja ki. A stratégiát nem csak az állami erdőgazdálkodóknak kell betartani, hanem minden magyarországi erdővel foglalkozó szervezetnek és a civileknek is. Gazdálkodás, közjólét, védelem. Ez az erdő hármas funkciója, amelyet figyelembe vettek a stratégia kialakításánál. Az erdő egy gazdasági tényező, hiszen olyan terméket állít elő, amit fának hívunk. Ez egy olyan megújítható nyersanyag, energiaforrás, ami nagyon-nagyon fontos nem csak hazának, hanem az egész világon. Az, hogy rendelkezésre álljon mindig annyi faanyag, amennyire a társadalomnak szüksége van, ezt az erdők biztosítják. Ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni, és úgy kell az erdőkkel bánnunk, hogy hosszú távon, viszonylag stabilan, meghatározott összetételben rendelkezésre álljon az a faanyag, amire szükségünk van. A nemzeti stratégia másik pillére a védelem. Az erdők hozzájárulnak az ország biológiai sokféleségéhez. Ha ezt nem tartják szakmailag rendben, akkor hazánk természeti értéke csökken. A harmadik pont a közjóléti funkció betöltése. Ez egyre nagyobb szerepet kapott az elmúlt időszakban. Ide tartozik, hogy az erdőt kikapcsolódásra is használják az emberek, illetve oktatási, ismeretterjesztési és turisztikai célokra. Fontos, hogy a kitermelt fa is helyben maradjon. Jelenleg ennek a mennyiségnek mindössze felét használjuk fel. Magyarországon 13,5 millió bruttó köbméter az a faanyag, ami a erdő területen évről évre gyarapszik, tehát ez a folyó növeléke. Ha ezt mondjuk egy fában gondolnánk el, egy év alatt 13,5 millió köbméter fával gazdagodna az a bizonyos országfa. Ebből a fahasználatok, erdőhasználatok során 7,5 millió köbmétert vesznek ki az erdőgazdálkodók, tehát jóval a folyó növedék alatt használjuk ki. Nem cél az, hogy ezt kihasználjuk, mert azért az határeset lenne, de
esetleg azt látni kell a társadalomnak, hogy nincsenek túlhasználva az erdők, nincsenek kirabolva az erdők. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az erdők aránya valamivel az országos átlag felett van, de a stratégia céljai között az is szerepel, hogy ezeket az átlagokat növeljék. Ez azért is fontos, mert az erdők a klímaváltozás kedvezőtlen hatásai ellen komoly szerepet töltenek be. Szabolcs megyében főleg a nyírségi homokterületeken lehetne bővíteni az állományt. Baleset történt ma délelőtt a 4-es számú főútvonalon Nyír-Bogdány külterületén. Egy személygépkocsi feltehetően nem állt meg a stopptáblánál, úgy hajtott a főútra, ahol egy kisvárda felől érkező autóval ütközött. A vétlen jármű árokba csapódott, mindkét jármű sofőrjét kórházba szállították. A műszaki mentést és a helyszínelést teljes útzár mellett végezték, a forgalmat elterelték. Mobil planetáriumban ismerték meg a csillagászat történetét és az univerzumot ma a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium diákjai. A nem mindennapi tanórát hamarosan láthatják, előtte nézzük a híradó további témáit. Megszerezte 5. bajnoki győzelmét a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1B 8. fordulójában lejátszott mérkőzésen Budapesten a MAFC U23-as csapatát verték 86-64-re. Közös rendezvények, konferenciák szervezése, támogatások igénylése, a fiatalok fizikai aktivitásának növelése. Többek között ezeket tartalmazza az az együttműködési megállapodás, amelyet ma írtak alá a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diák Sport és Szabadidő Egyesület, valamint a Nyíregyházi Egyetem képviselői. Nem mindennapi fizikaórát szerveztek ma a nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumban. A diákok a szegedi Partiscum Csillagászati Egyesület mobil planetáriumában ismerték meg a csillagászat történetét és az univerzumot. Az interaktív tanórával érdekesebben és könnyebben elsajátíthatják a diákok a fizika és a földrajz tananyagot. Ebben a 8 méter átmérőjű mobil planetáriumban tartották ma a fizika órákat a nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumban. A 64 négyzetméteres kupolában egyszerre több mint 60 diák is elfér. A tanulók ezekkel a videókkal és a vetítéssel a csillagászat alapfogalmairól és történetéről, valamint a galaxisok világáról, a bolygók fizikai tulajdonságáról és az univerzumról hallhattak előadást. A mai generációt azért eléggé nehéz már megfogni, megragadni a száraz tényekkel. Na most ugye ez a program azért egy amit mondtam az elején, egy olyan audiovizuális élményt nyújt, ami jobban segít abban, hogy elfogadják ezeket a tényeket, ezeket az ismereteket. Hát ugye tudjuk már, mindenkinek a zsebébe ott lapul a mobiltelefon, tehát azt mondja, hogy meg akarom nézni az Androméda ködöt, vagy a bármely csillagképet, előrántja a mobiltelefonját és megnézi. Ez egy más élmény, itt szinte úgy érezhetik a gyerekek, mintha a csillagos ég alatt lennének. 11-ben fizikából és 9-ben földrajzból kötelező tananyag a csillagászat a diákoknak. Ezért szervezte meg a természettudományos munkaközösség a nem mindennapi tanórát. Ez már az 5. alkalom, amikor tanórán kívül szerveztek oktatást a diákoknak. De nem csak a 9-es és 11-es diákok láthatták a vetítést, összesen 9 osztály vett részt az előadásokon. A vasváris pedagógusok nem csak természettudományi programokat szerveznek. Az idegen nyelvi osztályaink is nagyon színvonalas programokat szoktak szervezni, az idegen nyelvi munkaközösség. Nagyon-nagyon színvonalas az iskolánkban a színjátszókör. Nagyon nagy sikerrel szoktak szerepelni, és igaz, hogy a természettudományos tantárgyak érzelmileg kevésbé megfoghatók, mint például az irodalom, de ezt is meg lehet úgy valósítani, hogy a gyerekeket érdekelje, odafigyeljenek, kedvet kapjanak rá, és sikerélményt is szerezzenek. Délután általános iskolás diákokat is vártak a Vasvári Pál gimnáziumba, így a nap végére összesen 455 diák látta a mobil planetárium előadását. Megszerezte 5. bajnoki győzelmét a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1B 8. fordulójában lejátszott mérkőzésen Budapesten a MAFC U23-as csapatát verték 86-64-re. A nyíregyháziakra még egy hazai HEP kupa mérkőzés és két idegenbeli bajnoki vár ebben az esztendőben.
Esélyesként érkeztek a keleti csoport utolsó helyén álló MAFC 23-as csapatához a nyíregyháziak, akik érvényesítették is a papírformát. Az első negyedet 26-17-re nyerték a kék cápák, a második 10 perc 14-14-es döntetlennél zárult. A fordulás után sem változott a játék képe, a Blue Sharks a harmadik negyedben 11 pontot tett hozzá előnyéhez, majd a zárószakaszt is megnyerve 22 pontos sikerrel zárták a találkozót a nyíregyháziak. Az első pillanattól kezdve vezettünk, néhány olyan szituációval azért megnehezítettük a saját dolgunkat, amit magunknak alakítottunk ki. Még könnyebb lehetett volna a találkozó, hogyha a palánk alatti helyzeteket, zicsereket befejezzük megfelelőképpen, de ahogyan már azt korábban is mondtam, a fiatal csapatnak az a jellemzője, hogy hullámzó teljesítmény nyújt, és pozitív, extra dolgok után sajnos negatívumban is extra dolgok jönnek, és ez sajnos a mérkőzésen néha látszódott. De azt hiszem, hogy a végén a 20 pontos különbség azért mindenképpen megmutatta, hogy mi voltunk a jobb csapat, és idegenben is megérdemelten nyertünk. A nyíregyháziak közül 22 pontjával Nagy Krisztián bizonyult a legeredményesebbnek, Busz Iván pedig 15 gólpasszal szolgálta ki társait. A gólpasszhoz kell az, hogy be is fejezzék a társak. Jól mozgattam a csapatot, úgy érzem, voltak nagyon jó passzaim, de voltak olyan passzok is igazából, aminek a befejezés volt a nehezebb része. Úgyhogy kiszolgáltam társakat, de ők pedig meghálálták, úgyhogy elégedett lehetek. A keleti csoport tabelláját 7 győzelemmel és egy vereséggel a Miskolc vezeti, megelőzve a 6-1-es mutatóval rendelkező Hódmezővásárhelyt. A Nyíregyháza Blue Sharks 5 győzelemmel és 3 vereséggel a harmadik a tabellán. A bajnokságban hosszabb szünet következik, viszont a HEP kupában december 3-án a Baját fogadják majd a kék cápák. Természetesen nem számíthatok másra hazai pályán, mint hogy kivívjuk a továbbjutást. Szeretnénk minél tovább jutni a HEP kupában, és a Baja annak ellenére, hogy nagy múlttal rendelkezik, most nem tartozik a legerősebb csapatok közé, és hazai pályán mindenképpen győznünk kell, és tovább kell jutnunk. Nagyon örülök egyébként ennek a mérkőzésnek, és annak is, hogy a sorsolás így alakult, hiszen már elmondtam korábban, hogy karácsonyig nem játszottunk volna hazai mérkőzést a csarnokunkban, és szerencsére ez a kupa meccs, ez úgy alakult, hogy itthon tudunk játszani. A nyíregyháziak szerdán Tiszaújvárosban játszanak edzőmeccset, a csapat fiataljai pedig még a Diák Olimpia megyei döntőjében, valamint a junior bajnokságban lépnek pályára a következő tétmérkőzésig. Közös rendezvények, konferenciák szervezése, támogatások igénylése, a fiatalok fizikai aktivitásának növelése. Többek között ezeket tartalmazza az az együttműködési megállapodás, amelyet ma írtak alá a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diák Sport és Szabadidő Egyesület, valamint a Nyíregyházi Egyetem képviselői. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diák Sport és Szabadidő Egyesület több mint 10 000 fiatalt mozgat meg a megyében rendezvényeivel. A szervezet célja, hogy minél több gyerek sportoljon, lehetőség szerint minél jobb körülmények között. A Nyíregyházi Egyetemmel kötött megállapodásnak köszönhetően a legmagasabb szintű szakmai háttér segíti majd az Egyesület munkáját. A megyében ez az a tudásbázis, ez az a kutatói, illetve hallgatói bázis, amely én úgy gondolom, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei diáksport szempontjából is egy kihagyhatatlan lehetőség, és valóban új perspektívákat fog nyitni ez, én úgy gondolom, a megyei diáksport életben, és rengeteg olyan lehetőség nyílik meg majd előttünk, beszéltünk itt akár pályázatokról, akár együttműködésekről, akár olyan kutatói kutatásfejlesztési projektekről, amelyekben akár a megyei diáksport is részt vehet, vagy akár csak olyan közös programokból, szabadidő vagy diáksport programokból, ahova bevonhatjuk a hallgatókat akár résztvevőként, akár gyakorlat szerzőhelyként, mint a diáksport területén. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez valóban egy olyan lehetőség lesz, amelyből nagyon komolyan tudunk majd profitálni. A Nyíregyházi Egyetem vezetésének reményei szerint az együttműködés egyik hozadékaként a megyében tudják majd tartani a sporttal foglalkozó fiatal szakembereket. Nekünk vannak olyan hallgatóink, akik azt mondjam, hogy sport, valamilyen sportszakra járnak, többek között ugye a tanárszak is. Nekünk nagyon fontos, hogy ilyen hallgatóink legyenek. A másik dolog, hogy ehhez kapcsolódóan viszont gyakorlóhelyek szükségesek. És az lenne az igazán jó, hogyha azok a hallgatók, akik nálunk szereznek majd diplomát, a diplomák megszerzés előtti gyakorlatot a lehető legközelebb, a városhoz, illetve a megyében végezzék ezt a gyakorlatot, mert ha a megyében végzik, akkor annak nagyobb a valószínűsége, hogy itt fognak maradni, és itt fogják majd a sportéletet, illetve az értelmiséget gazdagítani.
A rektor helyettes hozzátette, a minőségi testnevelés oktatás mellett kiváló infrastruktúra is segíti majd a közös munkát. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Több lépcsős béremelés és járulékcsökkentés jön. A minimálbér 15%-kal, ha a garantált bérminimum 25%-kal emelkedik jövő évtől. A béremelést ma jelentette be Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. A munkáltatói járulékok 5%-kal csökkenhetnek 2017-ben. Még ebben az évben 100%-os állami kártalanításban részesülnek azok a baromfitartó telepek, ahol a madárinfluenza miatt le kellett ölni az állatokat, tudtuk meg a Baromfi Terméktanács elnökétől. A baromfi tilalom viszont továbbra is fennáll, számos országban nem mehet ki magyar termék. A feldolgozó üzemek másodlagos veszteségét a hónap végéig mérik fel, de már jelenleg 400-500 millió forintos kárral számolnak. Az erdők fenntartása és növelése az egyik kiemelt feladat a nemrégiben megjelent nemzeti erdőstratégiában. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az erdők aránya valamivel az országos 20% fölött van, de a nyírségi homok területeken lehetne ezt bővíteni. A Kölcsei Televízió iradóját látták november 22-én kedden. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket, addig is műsorainkért és további hírekért látogassák honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap párás időre számíthatunk. Szerda estig a Kárpát-medencében lényeges időjárás változás nem várható, de főként a keleti vidékeken már tartósabban megmaradhat az éjszaka képződő köd. Éjjel többnyire derült idő várható, de éjszaka párással válik a levegő, köd is képződhet. Csapadék nem lesz, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában egy fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben reggel még változóan felhős lehet az ég, majd sok napsütés valószínű. A ködfoltok zsugorodnak, a legtöbb helyen a déli órákra fel is oszlanak, de továbbra is párás maradhat a levegő. Csapadék nem várható, a délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutára 9 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Csütörtökön tovább erősödik a köthajlam, így tartósan borult, párás idő valószínű és jóval 10 fok alatti hőmérséklet lesz jellemző. Péntektől a magasban is nedvesebb légtömegek érkeznek fölénk, csökken a köthajlam, majd hétfőtől várható a felhőzet csökkenése az északról érkező sarkvidéki eredetű légtömeg bezúdulásával. Kettől már napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet.